én nagyon izgatott vagyok, izgalmi állapotban van a testem. Nagyon félek. Hölgyeim és uraim, jöjjön akkor az igazság pillanata. A való világ 7. párbajának győztese nem más, mint... Laci! Bevallom őszintén, csalódott vagyok, hogy nem maradhattam tovább a villában, de valószínűleg a nézőknek nem voltam elég szimpatikus, úgyhogy nehéz elfogadnom. Rettenet sokkos állapotban vagyok, hogy kín vagyok. Azt sem tudom, hogy mi most itt a stájszkín, mi a szitu, úgyhogy kicsit el vagyok keseredve, de tudom azt, hogy ennek így kellett lennie. Én nem számítottam más párbajra, mert ismerem a Fannit és a Lacit is, és tudom, hogy köztük nagy az ellentét. Nyilván, hogy ez nem lehetett volna csendes párbaj. Körülbelül, még esküszöm, ez jobban fáj, mint amikor én magam estem ki. Én ezt most tényleg nem tudok hozzáfűzni semmit, ennek nem így kellett volna lennie. Én nem azért szexeltem a villában, hogy engem ez megmentsen, hanem azért, mert az egy jó leső érzés volt, mint minden embernek a Földön. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy azért szexeltem, hogy tovább maradjak bent. Jó, egy ember! Nagyon szeretlek! Én is téged! Nem tudom, hogy kifogásolta a játékomat, viszont láttam a szemében, azt hiányoztam neki, és bármi történik, bármit tegyek is, a lánya maradok, úgyhogy mindig szeretni fogjuk egymást. Ennek a való világnak a Fanni volt az egyik fő arca. Nagyon sajnálom, hogy kiesett. Szerintem ő volt a másik olyan ember, aki azokat az értékeket képviselte odabent, és most mindenki mondhat bármit, mert káromkodik a Fanni, nem erre gondolok, amit én is gondolok a világról. Annyira az otthonomnak tekintettem a villát, hogy elfelejtettem néha azt, hogy kamera van a megszólalásaimban vagy a tetteimben, és igazából nem is figyeltem, tehát nem figyeltem azt, hogy hol vagyok, ez volt az otthonom. Úgyhogy igen, tettem egy olyan kent és egy szűzpöcök életmódot folytatok, de ez nem jött össze, annyira kívántam egy férfit. Ez szerintem nem bűn. Már elmondtam sok adással ezelőtt, egyszerűen az a titka, hogy nagyon sok lány szavaz, főleg ugye kiskorú, fiatal lányok, 17-18 évesek. Ugye a Laci még jól néz ki, kigyúrt, egy kicsit sportos, tetkós, egyszerűen jó csávó, ennyi. Én úgy gondolom, hogy a Laci egy olyan karakter benne a villában, aki negatív. Emellett kiállok, és emellett ki is fogok mindig, és úgy gondolom, hogy most még nagyobb lesz a képe bent, még nagyobb lesz a szája, és remélem, hogy ez lesz a veszte. És a Denis nagyon okos, úgyhogy nagyon okosan fogja csűrni, csavarni a dolgokat, és remélem, a Laci kín lesz.